A tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén az erdőgazdálkodásokért felelős miniszter tűzgyújtási tilalmat állapíthat meg és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő közterületi ingatlanokon, tűzrakóhelyeken, a vasúti és közúti menti fásításoknál. A tűzgyújtási tilalom megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassa szárasságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának és hivatalos honlapján a www.erdőtűz.hu-n közzé teszi a tűzgyújtási tilalomról, vagyis a fokozott tűzveszéről szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a Nébi EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.erdőtűz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad területen történő tűzgyújtásról.